2017 óta február 22-e a Magyar Parasport napja. A dátum választása szimbolikus, hiszen 1970-ben ezen a napon alakult meg a mozgásgátoltak Halasi Olivér Sportklubja a Mozgásjavító Intézmény falai között. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége szakmai támogatásával idén több száz iskola, sportegyesület és önkormányzat, valamint szociális intézmény szervezett sportnapot. Nagyon szeretném, hogyha nem csak egy Magyar Parasportnapja lenne, hanem szökőévet írunk, 366 is. De jó, hogy van egy olyan dedikált pillanat, egy olyan nap, amikor különösen figyelünk rájuk. De én úgy érzem, hogy talán ez a figyelem, ami nem is csak a parasportolókra, hanem általában a fogyatékos emberekre fordul, ez talán már egyre nagyobb Magyarországon. És ebben szerintem a sportolók, ennek a sportolók is az okai, mert olyan sok büszkeséget hoznak a paralimpiákról, világ-európa-bajnokságokról, hogy rajtuk keresztül jobban megérthető az, hogy a fogyatékos embereknek szükségük van arra a kiemelt szeretetre és figyelemre, ami abból, egész egyszerűen abból fakad, hogy az ő lehetőségeik azok korlátozottabbak, mint az épp embereké. Én azt hiszem, hogy ebben lépünk előre évről évre, hónapról hónapra. Az országos programsorozat Nyíregyházán indult. Mint Kovács Ferenc polgármester elmondta, mindenben igyekeznek segíteni a fogyatékkal élőket. De a legfontosabb mégis a szemlélet, a megközelítés, ahogy Nyíregyházán a fogyatékkal élők sportolását segítjük. Mindegyik sportintézményünket úgy építettük meg, vagy újítottuk fel, hogy megközelíthetővé válik a nyíregyházi sportcentrumnak, a sportcégünknek külön paraszakosztálya van, ahol ugye az ülőröplabdások már 40 éve komoly eredményeket érnek el, a kerekesszékes fők az utóbbi 6-8 évben, illetve a férfi kerekesszékes kosárlabdázók is egyre aktívabbak, de igazából mindent szeretnénk támogatni, segíteni a fogyatékkal élőket ilyen módon is, hogy legyen lehetőségük sportolni, és megélni azokat az élményeket, amiket enélkül nem lehet. A Vármegye önkormányzata számára is fontos a fogyatékkal élő sportolók támogatása. Nyilván olyan mértékben fontos, mint az épek sportja. Igyekszünk is ezt a magunk módján támogatni ezt a tevékenységet, hiszen bármilyen élethelyzetben van az ember, idős, fiatal, akár fogyatékkal élő, a sport az olyan pluszt ad az emberi életnek, az emberi teljességhez, ami mással nem pótolható. Bármilyen egészségi állapotban is van az ember, mindig magasabbra, gyorsabbra, erősebbre törekszik, és ez így természetes a fogyatékkal élőknél is. A három nyíregyházi helyszínen számos sportágat kipróbálhattak az érdeklődők, és találkozhattak a párizsi paralimpiára készülő kerekesszékes vívóval, Tarján Istvánnal is.